Hamarosan kezdődik a nyár egyik legismertebb kulturális eseménye, a Múzeumok Éjszakája. Idén június 24-én kerül megrendezésre. A Kecskeméti Katona József Múzeum tagintézményei a kezdetektől részt vesznek az országos programsorozatban. 2023-ban is izgalmas, gazdag programokkal várják az érdeklődőket. Szabóné Bognár Anikót, a múzeum igazgatóhelyettesét köszöntöm a stúdiónkban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szent Iván éjjelén Magyarország múzeumainak kapui kitárulnak, és ilyenkor nem csak magát a múzeumokat láthatjuk egy kicsit más szemmel, hanem egyéb kísérő programokban is részt vehetünk. Milyen helyszínei lesznek most idén a Katona József Múzeum rendezvényeinek? Igen, a Múzeumok Éjszakája, ahogy a bevezetőben is elhangzott, egy most már hosszú évtizedekre visszanyúló rendezvény, és az intézményeink régóta részt vesznek rajta, úgyhogy több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a szervezés kapcsán. A Múzeumok Éjszakája mindig ünnep a múzeumok számára, ugyanis valóban nem csak kitárjuk a kapuinkat, hanem nagyon széles és gazdag programkínálattal készülünk. Nincs ez másképp az idei évben sem. A kecskeméti programkínálat egyébként mindig borzasztóan gazdag, nem csak a Katona József Múzeum tagintézményei, hanem az egyéb múzeumok és kapcsolódó intézmények kapcsán is. Mi viszont azt tudjuk megmutatni ez alkalommal, hogy a múzeumainkban milyen sokszínű és gazdag munkát végzünk, és hogyan tudjuk azt a társadalom javára, szolgálatára fordítani. Minden intézményünk a saját profiljához kapcsolódó programokkal készül, így a Cifrapalota kiállítóhelyen elsősorban a képzőművészet és a várostörténet kap szerepet, a népi iparművészeti gyűjteményben a néprajz, a szórakaténuszban természetesen a gyermekvilág, az orvos és gyógyszerészet történeti gyűjteményben pedig az orvostörténet, illetve ilyenkor mindig egy kicsit a népi gyógyászat, ami előtérbe kerül. Menjünk végig akkor a helyszíneken, érintőlegesen a Cifrapalotában, mivel várják a látogatókat? Így van, hát a Cifrapalota egy jelképes helyen helyezkedik el, tulajdonképpen a főtérre kinyitjuk az épület kapuját és várjuk a látogatókat. Ahogy mondtam, a képzőművészet az a témakör, amivel elsősorban készülünk. A Cifrapalota kiállítóhely második emeletén felújítások kezdődnek, úgyhogy a Múzeumok Éjszakája után a képzőművészeti állandó kiállításunkat ebben a formájában leszedjük, úgyhogy most Múzeumok Éjszakája lesz az utolsó lehetőség ezt a kiállítást megtekinteni. Még majd lesz ehhez kapcsolódóan egy interaktív tárlatvezetésünk, de ugyancsak lesz az időszaki tűzománc kiállításunkhoz is egy tárlatvezetés. A csodálatos pávás termünknek fantasztikus akusztikája van, úgyhogy itt Németh Zsolt gitárművész fogja majd várni az érdeklődő hallgatókat. De természetesen gondolunk a gyerekekre is, egyrészt báb előadások lesznek, a Kakas és a kézimalom címmel, másrészt egy kézműves kuckóban foglalkozások, üvegfestés, illetve pörgetjük készítés. Az udvaron pedig, aki már járt nálunk Múzeumok Éjszakáján, tudja, hogy egy nagyon hangulatos kis belső udvarunk van, itt majd a buborék gofrival lehet megismerkedni, ezt kóstolhatják a látogatók, és évek óta résztvevője a Múzeumok Éjszakája programunknak a toborzóiroda, úgyhogy egy toborzó sátor lesz majd a Cifrapalota előtt. A Szórakaténusz Játék Múzeumban mire számíthatnak a látogatók? A Szórakaténusz programjai egy vásári forgatagot idéznek. Itt a Szórakaténusz és a Naív Múzeum programjairól együtt beszélünk, mert egy udvarban találhatóak. Hát itt már az udvar adottságai sokkal jobbak, tehát sokkal több programmal tudnak majd kitelepülni. Lesz egy vásári bábjáték, illetve lesz egy vásári bűvész mutatványos. Ezek mind-mind a hagyományos vásároknak a kellékei, résztvevői, de lesz vásári forgatag, gólyalábassal, lesz gyerekeknek tükrös szívkészítés, lesz szörp kóstolási lehetőség. A Naív gyűjtemény épületében pedig előbb gyerekeknek lesz egy hagyományos diavetítős mesemondás, utána pedig majd a felnőtteket várják mesére a Naív Múzeumban. Nagyon kedvelt helyszín a Gyógyszerészeti Múzeum. Így van.
Az orvos és gyógyszerészet történeti gyűjtemény ugye nem csak a hagyományos orvoslás és gyógyszerészet történet eszközkészletét gyűjti és múltját kutatja, hanem természetesen a népi gyógyászat, illetve hát ehhez kapcsolódóan a természetgyógyászat is előtérbe kerül. És a természetgyógyászat az, ami az idei évben is a látogatók érdeklődésére számot tart. A már évek óta megszokott és szeretett gyógyteázóval az idén is várjuk a látogatókat, illetve lesz egy termékmustra Kecskemét környéki bio, ökotudatos termelőknek a termékeiből. És az egésznek a gondolatköre e köré épül ezen a napon. Farkas Judit, a Pécsi Tudományi Egyetem docense lesz majd egy előadásnak a gazdája, illetve egy kerekasztal beszélgetésnek a házigazdája a fenntarthatóság és az egészségmegőrzés témakörében. Szükséges regisztrálni ezekre a programokra? Nem szükséges regisztrálni, tehát nem hirdettünk regisztrációt, de azért érdemes időben odaérni a programokra. Nagyon hívogatóak ezek a rendezvények, de mennyire termeli ki úgymond a jövő múzeum látogatóit egy-egy ilyen éjszaka? Hát én nagyon remélem, hogy kedvet kapnak a múzeum látogatók. Ez nem az elmélyült múzeumlátogatásnak az időszaka, ezt tudjuk mi is, hiszen ilyenkor nagyon-nagyon sokan vannak. Ennek ellenére folyamatosan tapasztaljuk azt, hogy visszajönnek a látogatók, visszatérnek hozzánk, és nagyon, nagyon jól tudjuk használni azokat a tereinket, amik ilyenkor a kikapcsolódást szolgálják, az udvarainkat. Most a frissen hozzánk került, évelején hozzánk került népiparművészeti gyűjtemény udvara például pont erre a célra lesz alkalmas. Az önök számára is ünnep egyébként ez az éjszaka? Hát természetesen ünnep, ugyanakkor nagyon sok munka egyértelműen, mert a sok látogató fogadása az azért óriási felelősség számunkra, de hát mi azért vagyunk, hogy a látogatók jöjjenek, úgyhogy nagyon örülünk mindenkinek. Kihajtunk-e még valamit a programok felsorolásából? Igen, a népiparművészeti gyűjteményt, az új intézmény egységünket, ahol a néprajz kerül a középpontba. Egyrészt a nemez, mint technika, mint alapanyag. Most nyílt egy időszaki kiállításunk ezzel kapcsolatban, úgyhogy erről lesz tárlatvezetés is, illetve kézműves foglalkozás is, illetve egy nagyon érdekes témát, a női sorsokat, női élettörténeteket fogja majd egy esti előadás boncolgatni mesével, zenével, énekkel. Honnan lehet értesülni, tájékozódni ezekről a programokról? Egyrészt Kecskeméten nagy hagyománya van már a kis füzetnek, amit mindenki ismer, ez már a múzeumokban megtalálható, kereshetik a látogatóink. Másrészt ennél ugye sokkal modernebb eszközök is vannak, van egy külön múzeumok éjszakája Kecskemét honlap, Facebook oldal, illetve a múzeumnak a honlapján, a kkim.hu honlapon is megtalálhatók a programok, valamint a múzeum minden egységének van külön Facebook oldala, úgyhogy itt is napra kész programokkal találkozhatnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és aki tehát teheti, induljon útnak Szent Iván éjjelén, és látogassa végig ezeket a múzeumokat. Köszönöm.